Sziasztok! Alapvetően kétféle párkapcsolati problémával szoktak megkeresni. Kétféle véglettel. Az egyik az, amikor valaki nagyon szeretne már elköteleződni. Szeretne egy stabil párkapcsolatot. Arról számol be, hogy este, amikor egy fárasztó nap után hazamegy, nem várja senki. Milyen rossz ez, hogy nem tudja megbeszélni senkivel az aznapi stresszt, fáradalmakat. Milyen jó lenne valakihez odabújni. Aztán van a másik véglet, akinek van tartós párkapcsolata. És amikor ő hazamegy egy fárasztó, stresszes nap után, nem a békeszigete várja, hanem újabb elvárások, megfelelés, veszekedések. És ez arról számolna be az előzőnek, hogy milyen jó neked, barátom, mikor te hazamész, akkor legalább nyugalomban ki tudod pihenni a napodat. Én bezzeg. Mi van a nyakamon? Egyikőjüknek sem könnyű. Ebből azt állapíthatjuk meg, hogy a párkapcsolatokkal két probléma van. Egyik baj az, ha van, másik baj az, hogyha nincs. Persze vannak ezek között finomságok is. Ezek a gondolatok néha nekünk is megfordulhatnak a fejünkbe. Hogy milyen jó lenne egyedül, vagy milyen jó lenne, hogyha más párt választottam volna, milyen jó lenne mással élni. Ezek azt gondolom, hogy előfordulhatnak, nem is ezzel van a baj. Hanem amikor megfordul a fejedben, hogy az, amiben benne vagy, az lehet, hogy nem jó neked. De nem tudod eldönteni, hogy mit tegyél. Mert ha körülnézel a világban, mit látsz? Azt látod, hogy aki kilép, annak vagy sikerül, vagy nem. Talál egy olyan párt, akivel boldog lehet, de látsz olyat is, aki kilépett és vitte magával a problémáit, és az újabb párkapcsolatában is ugyanazokat éli meg. Aztán látsz olyanokat is, akik benne maradnak a kapcsolatban, benne ragadnak, mert nem akarnak, nem tudnak dönteni. És van olyan is, aki az első problémánál megfutamodik, és kiugrik, kilép. Ha ezeket a példákat és mintákat látod, nem tudod eldönteni, hogy amiben te benne vagy, az jó-e neked. Megér-e még annyit, hogy belefetszölj egy kicsi energiát, és megjavítsd a kapcsolatodat, vagy tényleg már dagonyázol benne, és érdemesebb lenne kilépni, újat kezdeni, felszabadulni, hát ha neked is sikerül, mint másoknak. Ezekre a kérdésekre én valószínűleg nem fogok tudni neked konkrét választ adni, de azt tudom, hogy a válasz benned van. Ha eljössz február 7-én a Barátságházába, 19 órakor, egy előadás keretében be fogok neked mutatni olyan embereket, olyan példákat, ezeknek az embereknek a példáid, akik ezeken a kérdéseken keresztül mentek, és így vagy úgy döntöttek. És fogok neked támpontokat adni, ami alapján meg tudod figyelni az érzéseidet, meg tudod figyelni a jelenlegi helyzetedet, a kapcsolatod jelenlegi minőségét, hogy megér-e még annyit, hogy javíts rajta, vagy itt az ideje, hogy válts. Úgyhogy várlak szeretettel. Lehet, hogy olyanokat szólítok meg most, akinek rendben van a párkapcsolata, és ez nagyon jó. De lehet, hogy a családodban, a baráti körödben pont vannak olyanok, akik ezekkel a kérdésekkel küszködnek. Akkor várlak téged, gyere el, mert fogok mondani olyan dolgokat, amiket ha hazaviszel és átadod, akkor jó tanácsként működhetnek. Úgyhogy várok mindenkit szeretettel. Barátságháza, február 7-e, 7 óra. Sziasztok!